Sima győzelmet várt az a 2000 székesfehérvári kosárlabda barát, aki kilátogatott a listavezető Albakom Fehérvár és a tabella 10. helyén tanyázó Naturtex Szedeák összecsapására, s végül ha visszafogottabb játékkal is, de megfelelt az elvárásoknak az Alba. Jól kezdtek a Zunics fiúk, nem tisztelték nagyon a korábban Fehérváron ténykedő edző Fodor Péter mester legényeit, az első negyedben gyorsan 10 pont fölé kúszott a különbség a két együttes között. A második periódusban akadtak inkább gondok, rengeteg eladott labda, rossz passz és pontatlan dobás borzolta az idegeket, de szerencsére a szegedi gondolatok is megrekedtek a kísérletezés szintjén. Az alacsony színvonal mellett egy triplával azért tovább hízlalta a fort az Albakomp. A nagy szünet után valamelyest többet tett hozzá a játékhoz a liga legponterősebb kosarasa Tomislav Ivosev, de sem ő, sem Drahos, sem Gyukics nem nőttek fel Kellerék mellé. Az utolsó negyedben aztán már igazán közönségszórakoztató játékot hintettek a hazaiak. Elamin, Csizm, Keller is brillírozott, Simon remekül osztogatott, így belefért, hogy a Szedeák is tesztelje kicsit a fehérvári gyűrűt. Az Albakom Fehérvár újabb diadala nem forgott veszélyben, 96-68-ra nyert. Én azt hiszem már, hogy keményen dolgoztunk a győzelemért, sikerült felőrülni az ellenfelet, úgyhogy a végjátékba bementünk, egy ilyen közönség szórakoztató meccset játszottunk. Sok energiát fektetünk ebbe a játékban. Az első fél időben nagyon rosszul mentek a távoli dobásaink, és azt gondolom, hogy ez volt a kulcs a második fél időben, amikor betaláltunk kintről, akkor viszonylag simán meccs lett.